Elúztam magam, és azóta is pölgök, mint egy bogócsiga, Legalább nem adok új témát a Zorbán paródia számára, megnezítem a dolgát egy kicsit. Azonban szükséges a retegésre fogékonyabb emberekben fenntartani a feszültséget és a félelmet, mert ki, ha nem én vagyok az egyetlen, aki megvédeni a hazákat a háborútól, és a fielinkat a sorkatonaság bevezetésétől. Föl kell fogni végre, hogy a Pidesz a béke utolsó szigete, amit meg kell óvnom. Békegalomként telítem az ületemet, mint a közvagyonra. Próbáljon meg valaki alólom kihúzni bármit is, ha utcaharcosként védelmezem. Centikre vagyunk a háborútól, mesöpták a fehér legereim, és én is látom a kristálygömbömben. Nincs semmi mondandóm, nem telik többre szelleme kapacitásomból. Bízom benne, hogy lesznek tiszta pillanataim is, amikor saját kótfőből meríthetek, bölcsességeimből a hallgatóság számára. Felolvasom az ökösségeim a három ember előtt, fél Budapestet megbénítjuk a kisköltségű, de hatalmas rendezvényünkkel, Sokan fognak örülni, de kárpotlásért a birka menet után közös imádságot tartunk Putyin egészségéért. Én már koraleggyel gyülekezni fogok, hogy legyen helyem. Lengyelek nem jönnek, de lesz sok vendégmunkás. Nem értik, hogyan mit olvasok, de legalább nem kapnak agyplászt.